Sziasztok! Ma van a Nemzetközi Női Motoros Nap, május 6-a van, és indulok Szegedre a Ghost MC jótékonysági motorozására, ott találkozom majd a csajokkal, és együtt vonulunk fel. Már pakolok, igazából nem tudom mit, raktam be egy kis kaját, meg mindenféle kütyüket, kamerát, ilyesmit. Természetesen esőruhát is viszek magammal, mert ez azért elég hosszú táv, 200 km Budapesttől. Durva napom lesz, mert lemotorozom 200 kilométert azért, hogy utána motorozhassak még egy kicsit, és utána még haza, mert holnap viszont a csajokkal lesz a vezetéstechnikai tréning a Hungaroringen, úgyhogy szerintem meg lesz az 1000 kilométerem ezen a hétvégén. De most először még átmegyünk Csömörre a családdal, mert ott meg egy veterán találkozó van, és ők pedig ott fogják tölteni a napot. Hello! Szóval itt vagyunk Csömörön, a Nagy Sándor utcában, itt lakik a művész, Móródz Zoli, aki tetovál, motorokat fényez, bőrözik, igazi multifunkci ember, és az utóbbi időben motorokat restaurál, és kitalálta, hogy csinálni ilyen próba jelleggel így az ismerősöknek egy ilyen veterán találkozót, amit egyébként nem nagyon hirdetett meg, csak tényleg így a szűke baráti kör van itt, de ha jól sikerül, azt mondta a jövőre, vagy a következő évtől rendszeres lesz. Most tényleg te is szerepelni akarsz? Igen! Akkor mondjál valamit. Nem. De jó. Né. De nekem mindjárt mennem kell, hogyha nem ma lenne a rendszer. Én az anyukám! Neked csak nem tudom már én. Akkor van már, nem? Megvan ez. Meg ott az olaj leere. Igen. 30-tól már nem kell csavartni, hanem... Oldalra rakod, aztán alul kifolyik. Nagyon jó. Ez ennyi, de milyen helyre osztanak? Szerinted a kicsi bőncsek vagy alatt? Vannak itt csoda masinák. Gyerekek, szeretettel köszöntök mindenkit, megnyitom az első motorröffentést. Na, megérkeztem. Itt vannak a lányok, de vannak többen is. Vicces volt itt lejönni a hídról, mert olyan, mint mindenki engem várt volna. Betoltak. Úgyhogy van még egy óra az indulásig, eddig még biztos sokan jönnek majd. Thank you.
szavakba önteni, úgyhogy elnézést kérek, hogyha egy kicsit akadozik a dolog. Szuperek vagytok. Elmondhatatlan. Köszönjük szépen. Engem egyébként Újvári Bélának hívnak, a Dél-Alföldi Motoros Egyesületnek a titkára vagyok. Ugye a mi csapatunk szervez ezt a jótékonysági motoros fölvonulást, illetve a pénzadománygyűjtést a Reménysugár Alapítvány számára. A csapatom nevében, a Reménysugár Alapítvány nevében, a gyógyulni vágyó gyerekek nevében nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy ennyien eljöttetek. Ilyenkor egyébként azt szoktam magamban gondolni, amikor olyan emberekkel találkozok, akik itt, mint amilyenek ti vagytok, és itt vagytok körülöttünk, hogy nem csak a találkozás, hanem az, hogy az angyalok köztünk jár. Köszönöm szépen. És legyetek türelemmel, nem sokára eredmény hirdetés a pénzösszeg. Nem, ez azt jelenti, hogy nagyon jó lett. Szerintem üljetek le. Az utalásokkal együtt, és az itt összegyűlt készpénzzel együtt a végösszeg 3 millió 100 ezer forint. Reménykedtünk abban, hogy több lesz, mint tavaly. Nem azért, mert kapzsik vagyunk, vagy tehetetlenek, vagy nem örüljünk bármilyen eredménynek, de ez várakozáson fölülmúltat, abszolút teljesen, tehát ez... Jól látom, igen, csak egy kicsit szuper. Nagyon jó vagytok, nagyon köszönjük, nagyon szépen köszönöm, és a csapatom nevében is, a Vélaföldi Motoros Egyesület nevében. Köszönöm a klubom nevébe, köszönöm a Dénes nevébe, az alapítvány kutatásai nevében, gyerekek nevében. Hazaértem Szegedről, jó fárasztó nap volt, reggel 10:30-kor indultam el, és most van olyan 7:30 este, már kicsit hűvös lett, és pulóvert kellett felvennem, és egy kis esőt is elkaptam hazafele, de minden jó volt az úton, nem volt túl nagy forgalom. Most megpróbálom kipihenni magam holnapra, mert reggel 9-kor kezdődik a vezetésnek nekik tréning. Nemzetközi Női Motoros Nap második felvonás, itt vagyunk a Hungaroringen, reggel 9 óra van vasárnap. A fejemet ne nézzétek, mert a tegnapi 8 óra motorozás után egy kicsit gyűrött vagyok. Nem igazán sikerült kipihenni magam, és még az allergiám is kijött. Viszont rengetegen vagyunk. Elvileg 60 motoros csaj kapott lehetőséget erre az ingyenes vezetéstechnikai tréningre. Mindjárt kezdődik a regisztráció, és 10-től kezdjük a tréninget. Egyébként itt már látni, hogy a srácok már rakosgatják a bójákat. Itt fogunk tréningezni, meg lesz egy terepes pálya, és lesz elméleti oktatás, és kukucskálunk hozzájuk. Söprögetnek is meg minden, úgyhogy teljesen luxus kiszolgálás. És ennyien vagyunk csajok. Ez nagyon sok, majd a regisztrációnál kiderül, hogy hányan vagyunk, ki jött el, ki nem. Azért még kaptam üzeneteket reggel, hogy van, aki nem tudott egészségügyi okok miatt eljönni, van, akinek a motorja nem akarta, úgyhogy... De azért nem vagyunk kevesen. Jó sok motor.
kényelmes és jó, de a jogszabályi keretek között és biztonságosan. Motorkarbantartás. Aki ért hozzá, én azt szoktam mondani, hogy nyugodtan nyúljon hozzá. Aki úgy gondolja, hogy ért hozzá, az már kérjen inkább segítséget. Aki látta, hogy valaki már csinált ilyet, mert hallotta tőle, az már biztos, hogy ne nyúljon hozzá, mert több kárt tudunk okozni, mint hasznot. Megpróbálok egy kicsi tudást átadni a részleteket, hogy hogyan szoktunk, hogyan kell ezekkel a kis pályás úszásokkal közlekedni. Andor, szintén szülinapot! Túl barátom ott a nagy darab! Egységi vezetője Vas Tamás! Igen, igen, egybe a motoros rendőrnek a Pest megyébe, ő a főnöksége. Jó magam, Csönges ott vagyok. Üdvözlök mindenkit! Nagyon fontos első szabály! Vizet ott találtok a konténer mellett, WC nincs. Akinek szüksége van, szól, egyedül sajnos nem lehet mászkálni itt a link területén. Ó, ja. Hogy hoztatok volna ilyen nagy csöprüket, és amíg valakinek volt itt csöprű, hallom. Itt megállunk, mert vissza akarunk fordulni, láttunk egy helyes fasit az úton. Így van. Meg akarjuk nézni. Hirtelen vissza szeretnénk rá fordulni, még egyszer meg akarjuk nézni a fasit. Első kerék itt van a vonalnál, jó? Teljesen koppanásig, ütközésig eltekerjük a kormányt, jó? A jobb lábunk fönt van a jobb oldali lábtartón, a hátsó fékkel stabilizáljuk a motort, jó? Megkeressük azt a motornak az egyensúlyi pontját, megpróbáljuk felrakni egy pillanatra a másik lábunkat. De visszadőlünk mindig egy picit balra, jó? Balra dőljünk vissza. Mikor megvan az a pillanatnyi egyensúlya a motornak, elindulunk, így nem csinálunk semmit, marad így, elindulunk szépen, és abban a pillanatban már csak a közepét nézzük a feladatnak, ott. Sehova nem nézünk ki, a szemünk sarkából se nézünk ki, csak oda nézünk, és már a következő pillanatban már nézzük a kijáratot, hogy hova akarunk menni. Elmondom, ha egy pillanatra is kinézünk, oda fogunk menni, jó? Higgyétek el, ki fog jönni a feladat, ha így csináljátok. Ahhoz, hogy 10-8-os legyen, háromszor át kell menni itt középen, azért is írtam fel, hogy háromszor. Nem négyszer, háromszor. Nem kétszer, oda van írva. Jó? Tehát, amikor abban a feladatból kijövünk, középre helyezzük a motort. Megyek, jó? Középre helyezzük a motort és nézzük, ahová megyünk. Ott letoljuk a motort bal irányba, és amikor beérkezünk ott is középre, már ide nézünk. Erre a pontra jön, átteszi, egyenes, elmegy oda a túloldalra. Ott is nézi a közepét, szép nagy hasat ad neki. Letolja a motort jobbra. És megint nézőpontot vág, átjön középen. Én
És majd megvan, akkor mehetünk tovább. Szintén eltolod a motort balra, de a nézőpontod már odaesik középre, ahol át fogsz menni a két bója között. Amikor odaértél, már nézed a következő bóját, közben a motor tolod a popód alatt. Jobbra, und balra. Ez a zsadó mappába megy. Mindezt tartod gázzal. Hogy csinálok tartod gáz? Hogy ne legyek bakkecske? Kinyúlok a kis ujjammal, ráfogok a kormány végén, általában vannak a motorokon súly, ugye? Akinek nincs az ijé, akinek van az jó. Tehát ráfog és egy kicsit beszorítja az ujját, és úgy fogja a gáz, mert akkor parasztempomatja lesz, jó? Jó. Oké. Eddig könnyű. Most jön a fekete leves. Most jön a fekete leves. Belemegyünk a szemüvegbe. Azért szemüveg. Bemegyünk a bója erdőbe, mondjuk. Napszemüveg. Megérkezünk a két sárga bója közé. Ugye megnéztétek mindig a kezdés. Sárga bója, kis fehér bója. Beérkezünk a feladatba. Balra állítjuk a motor. Nézzük a közepét. Csak a közepét nézi a culuk. Semmi más. Most mondjuk nehéz, csak a közepét nézni. Lassú a tempó. Itt már ugye nézőpontot vált, és a kerüli, vagy ugye keresi szemével a kijáratot. És ide visszajön. És súlypontot áthelyezi itt majd. Itt már egy kicsit csalok. Ott már csal, és áthelyezi a súlypontot jobbra. Nincs itt. Itt szintén nézőpontot néz, középre megy, vagy középre néz, nézi, nézi. Gyertek! Még mindig nézi a közepét, szépen kiengeditek a motrot szép nagy ívbe, majd amikor... Itt, amikor itt van, amikor akkor már elkezd. Akkor már nézi a kijáratot, nem a közepét. Nézőpontot vált, nézi a kiáratot, súlypontját. Súlypontját áthelyezi a motornak, és kijött a feladatból. Pofon egyszerű. Csak erre be kell jegyezni, kerekemmel. Díjak ott vannak. Ha itt megálltok, innen indultok. Nézőpont. Nézi a közepét. Majd nézőpontot vált, és nézi a másik sárgát ott kívül. Ez a közepe a gyakorlatnak. Az a közepe a gyakorlatnak. Majd eltolja, és nézi azt a bóját. Tehát ha megnézitek, egy lóherét fog lehívni. Egy négy levelű. Nézi a közepét. Természetesen minden feladatnál tudunk segíteni. Hogy nem magad elé nézel, hanem a távolba. És mindig lass, minél lassabban, egy lassú menetet. Itt az lesz, próbáljatok hogy meg menni, jó? És van írva, hogy lassan. Elkezdi a szlalomot, szépen mutatja az iránybója. Kijön. Megáll. Megáll. Visszanéz, nézzétek, nézz vissza szépen. És már nézd a következő feladatot, háromszor át fog menni a 8-as közepén. Mi meg a bója? Egyszer, nézd középre, látod a fejét? Egyből átpattintotta. Most is a közepét nézi, és átnéz már. Most itt megy a holland kapura, szintén a fejét nézzétek, hogy hogy fordítja. Nézd oda be, nézzétek, és már nézi a mágikat, megnézzétek? Figyeld, itt már elkezd csalni, és vissza. Nézd a közepét, nem nézd
rajzéket nézem, a felhőket, meg a kis madarakat, dózer, ilyesmiket, hanem oda nézek, ahol kell. És oda jön be, vigyázzatok. És akkor itt csinál egy lassú menetet. Nézzétek meg a fejét, nem maga elé néz, előre. Előre, jó? Lassú menet, lassú, lassú. Megemertek. Így van. Mi szoktunk passziózni a lámpánál, hogy kibír tovább maradni a motoron, úgy tök piros a lámpa. És szoktatok ilyen? Most jön gyorsabban, dinamikusan. Szívem. Szóval ez a vezetéstechnikai tréningnek az utolsó állomása. Még van egy negyed óra belőle, de úgy látom, hogy már lesípolják az embereket. Egyébként két dőlés volt itt a pályán, mind a kettőnek letört a kuplunkkal. Ez egyébként szokott lenni ilyen, de most azért elég találtalanok azok, akikkel ez történt. Mindenki elfáradt, az eső is egy kicsit esik. És elkezdték lebontani a pályát. Még elbúcsúzunk, és aztán mindenki megy hazafele. Jól elfáradtunk ma is, köszönjük szépen ezt a lehetőséget a Pest vármegyei Balesetmegelőzési Bizottságnak is, a Hungaroring Motoros Akadémiának, és persze a csajoknak, akik részt vettek az eseményen. Jövőre veletek, ugyanitt. Ha tetszett ez a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és kövessetek minket az összes közösségi platformunkon. Sziasztok! Köszönjük, hogy itt voltatok a mai napon is, remélem jól éreztétek magatokat, és azt, hogy mindenkinek, aki édesanyja, annak boldog anyáknak lehetetni. Neked is!